Az alkohol és a gravitáció egyszerre tréfálta meg ezt a motorost. Előbb az oszlopnak hajt, majd az árokba borul, ahonnan nem tud kiszabadulni járművével. Mindez jól látszik egy biztonsági kamera felvételén. Az eset nem marad következmények nélkül. Az 50 éves férfi ellen most emelt vádat a Szigetvári járási ügyészség. A vádlott ez év március 1-én a hajnali órákban ért haza munkahelyéről, azonban nem az alvást választotta. Italozni kezdett, majd egy motorkerékpárral, amit egyébként karbantartás céljából bíztak rá, egy közeli településre ment, ahol tovább folytatta az italozást. Délután ismét ráült a motorkerékpárra, és azzal közlekedett a településen, azonban ittassága miatt egy árokba hajtott. Az árokból kiszedett motorkerékpárra ezután többször megpróbált felülni és azzal elindulni, de nem járt sikerrel. A cselekménye ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének a megállapítására alkalmas. A szigetvári ügyészség indítványt tett a vádiratban. Pénzbüntetés és járművezetéstől eltiltás kiszabását kérik. Az indítvány járművezetéstől eltiltásra vonatkozik, egyébként a büntető törvénykönyv szabályai szerint az eltiltás az lehet végleges hatályú és határozott ideig tartó is. Ebben az esetben határozott ideig tartó eltiltást javasol az ügyészség. A pénzbüntetés mértékére vonatkozóan nem tett indítványt a szigetvári járási ügyészség. Egyébként az ittas férfi motorozási próbálkozásainak a kiérkező rendőrök vetettek véget a Szigetvár környéki településen. Az egyenruhások vér és vizelet mint a vételre állították elő a férfit.